Szevasztok srácok, ez itt újra a Quest Crew. Fej vagy írás? Írjátok meg gyorsan a kommentbe. Aki a fejet mondta, az most nyert. Azok között kisorsoljuk a szuk... Nem, ezt mindig kaptuk meg. Kalinger Roland, a number one Quest Crew fan barát, most már így is lehet mondani. Küldött nekünk megabankókat, méghozzá 10 darabot és francia sorsjegyeket Franciaországból. A francia sorsjegyeket az előző videóban láthattátok. Most viszont megabankókat fogunk kaparni egy pár baj keretein belül. 10 darab sorsjegyünk van, ami azt gondolom, hogyha felvennénk egy jó 30-40 perc is lehetne akár, ezért az első sorsjegyeket felveszünk nektek is, megnézhetitek, illetve közben, hogyha nyerünk, azt is megmutatjuk, valamint az utolsó sorsjegyeket megnézhetjük együtt. A lényeg, hogy Szabi van ötötöt, most én fogok választani, mindig a Szabi szokott választani, most én választok ötöt. Remélem a 39-est kihúzom, mert van közöttük egy 39-es is. A maradék öt lesz a Szabi, és akkor párbajozunk egyet. Nemrég a Kleopátra kincse párbajt én nyertem meg, úgyhogy jó formában érzem magam. És az előző videóban megtettem egy olyan, vagyis kijelentettem egy olyan megjegyzést, hogy írjátok meg, hogy a vagy a vesztessel történjen valami, megjegyzés. Vagy a győztessel. Lehet, hogy azt kétszer mondtam, hogy a vesztessel kell történnie valamit. Jó, megírhatjátok kommentben, hogy a párbaj vesztessel mit csináljon meg, amit neki meg kell csinálnia. Ezt majd mi kell delfinezni. A Szabinál van a 39-es. Meglátjuk, hogy nálam szerencsét hoz-e, vagy Viktornál szerencsét hozna-e, ugye azt nem tudjuk meg, de ha ő kapaná le, akkor lehet, hogy... De befejezem a gondolatmenetet még előtte, ne haragudj, beleszólsz. Jostorangot találnánk lehet. Szóval, a pár baj vesztesének meg kell csinálnia valamit. Hogyha a Szabi veszít, akkor neki, hogyha én, akkor én, ha döntetlen, akkor senkinek nem kell csinálnia semmit. A lényeg az, hogy írjátok le kommentbe azt, hogy mit kell megcsinálni, és lehet, hogy többet is kiválasztunk közülük, és amit meg kell csinálni, azt Instagramon láthatjátok meg, hiszen van egy Instagram oldalunk, ahol követhettek minket, exkluzív tartalmakat teszünk fel oda, nem is értem, ott miért nem vagyunk még 10 000-en, és légy szíves, kövessetek minket ott is, de nincs Instagramot, akkor csináltok egy, mert zseniális alkalmazás, és azt gondolom, hogy vágjunk bele, én fogom kezdeni a kaparást. Ahogy mondtam, én fogom elkezdeni a kaparást, ki is választottam az első sorsjegyemet, amit elkezdtem ütögetni, hát ha így majd jó lesz. Kiválasztottam a buzakalász érmét, amit tök kis meg is tudnám törni. Bele tudnál harapni, hogy meglátszodná a fognyomat? Nem, félte, így is szarvaim vannak, nem fog még harapdálni fémeket. Nézzük lukbalon. A játékot már mindenki ismeri. És korona. Így van, a női nemi szervet kell keresni, vagy a hasonló drága köveket. Így van, a női nemi szervet kell keresni, vagy a hasonló drága köveket. Állj a betyáros. A betyáros 7 meg a 8-át neki. Topáz. Ott van. Megjelent. Suna. De és nem nyertük vele. Nem nyertünk a Sunával. 5000, elfogadom. 4000, elfogadom. 6000, jó. Most már duplázni, Viktor. 1 millió, itt a dupla. 6000, jó, elfogadom. Soha ott van, 3 egyforma szimbólum. Motor. Auto. Repülő. Űrhajó. Jacht. Motor. Űrhajó. Pedig... Helikopter. Csak 2000-et nyertünk volna. Megkavarom a dolgokat, keresjük a pénzösszeget. Keresjük a pénzet. Ó, ez nem az, pénztárca. Úgy utána, amikor pozitív dolgokat tesznek bele ebbe a rohadt játékba, akkora... csalódás. Igen, érme. Ez is pénz. Ezzel lehet nyerni, a Superbankon szerintem pont ezzel lehet nyerni. Na mindjárt ráharapok valamire. Az érmére. 14. Megegyező 11, számokat kell találni. 29, 15, 26, 23. Jó, jó, ez rektola. Gyors betűkeresésbe átmegyek. W. Hiába win, hiába írja, hogy win. Mégis egy 20. Hol van már? Hú, de utálom ezt. Ez a legrosszabb, amikor nem tudod meg a betűket. Lehet, hogy nyertél? Lehet, hogy elnéztél valamit? Én nem nyertem. Szabi, hát ha neked jobban sikerül. Mit veszel? Mit veszel? Kérlek, uram. Én a Lánchidas történettel fogok
ilyesmivel fog kaparni. Köszi Mountain Dew a támogatást. Illetve Roland. És illetve Rolandnak is. Legközelebb Mountain Dew-t és Pepsit is küldhettek. 39-essel fogok operálni. 39-essel? Igen, 39-essel fogok operálni. Milyen jó kis életkép van így, látjátok srácok? Asztal, négy bankó, egy bankó, Szabinál, egy Mountain Dew. Én mindig elmondom, hogy a gyengém, ez a csillogós történet. Valami megbabonáz. Szabi csak a hírnévre vágyik. Megbabonáz. Nem is törődik. Úgyhogy én a bónuszjátékokkal fogok kezdeni. Meg nézzétek meg, hogy milyen jól csillog. De komolyan, nagyon tetszik. Az 5 milliós milyen jól lesz ki. Na, menjük. Játszunk. Bónuszjáték. Figyelj be. Számzár. Na, ez jó, tehát... Szájzárat kapsz? Ezzel nem nyerünk. Kassza, ebben mondjuk már van pénz. Tibi. És egy szép. Jó. Kassza. Azt nem nyertem. Tibi. Na, keressük. Keresjük a kedvenc drága kövünket. Nincs meg. Zafír. Aquamarine. 4000. Ja, stopáz. Oh, hey. És ugyanott van. Ametiszt. Na nézzük, vajon itt? Oh, nem nyert. Smaragd. Nem nyert. Hova megyünk tovább? Erre a játékra. 30. 30. 22. Woo! 15. Ajaj. 18. Ajaj. 23. Új. 23. Ah, ugyanaz! Ez így ér. Meg így nyertem. Óriási teremmény, akkor lesz a következő videójában. Nem, tehát itt nem értem. Itt mennyi voltam úgy? 6. Jó. 6000. Megtekerem. 10 000. Az simán. Ez nem nyerhetetlen összeg. Ezt el lehet vinni, így van. És hogy van, hogyha... Ezzel megduplázom a csokival megduplázom. Csokoládóra. Barton Szeret az miért lett csak olyan vékony, srácok? Írjátok meg a kommentbe. Jakt. Ja, ott a betű óvatosan. De azzal lehet nyerni. Hajó. Helikopter. Jaj, de nem. Gyerek vagy, gyerek nem. Vagy nem. Te gyerek vagy te. De neked meg miért? Mi az, hogy miért kell szólnom? Hát elkaparod a betűt. Nem. Azért mondom már, hogy neked is itt volt kettő? Igen. Jó, akkor azt viszont elbaltáztam. Tehát a 39-es nem nyert, viszont nagyon remélem, hogy nem okozunk... Bezzeg, egyébként bocsánat, de rohadt sokan küldtök Instagramon képet, hogy megveszitek a 39-es sorsát és nyertek vele, úgyhogy nagyon van. Szerencsétlen sajnos Roland is, és én is ezzel, mert én is sokat szoktam nyerni. Van, hogy igen, most tehát abban bízom, hogy remélem, hogy egy nagyon nagy összeget tudunk Rolandnak nyerni. És majd együtt valamit dolgozhatunk belőle, valamit. Nagyon sokat mondom azt, hogy dolgozunk, ez nem jó. Igen, nem sokkal. Hát most valóban nem, úgyhogy akkor fogunk találkozni újra. Amikor már nyertünk. Amikor nyertünk. Első tételük a videó, akkor nincs több. Igen, vagy pedig az utolsót kaparjuk, úgyhogy szorítsatok nekünk, hogy minél többször vágódjunk be, mert akkor nyerünk. Dupla Aquamarine. Dupla Aquamarine! Ez az én becenevem mostantól. Akkor úgy néz ki, dupla Aquamarine-t kapart le a sors egy kaparó felülete alatt. Ez egy Marvel szuper üzenem. Reménykedjünk a minél nagyobb összegben. Ami jó. Egyszer látnánk egy milliót, én úgy elsírnám magamat amúgy. És ez egy X betű. Az X betű az tudja, nem csak egy ezres. Az nem. Srácok, ez valami nagy pénz lesz. Ez olyan nagy pénz lesz, nézzük csak meg. Most minden nyert 10 gulót. 110 000? Nem tudom. 4 000-es? Nem is. Lehet az X-et csak egy 1000-es amúgy, én nem tudom, hogy van. Ó, mennyi X? Jakt az még így működhet? Nem. Hajó is működhet? Milyen hajó? Vagy az így keresztbe, jobbra így működik? Ne, ez így keresztbe, fölbe. Ó, hát akkor én full vakon voltam az előbb. Nem baj ez. Az X az 1000-es, srácok, írjátok már meg, mert akkor nem leszek nagyon izgatott. 3000 az X. Azt mondjátok, az X-e 3000. Nem, az X az 1000. Jó van, na, nem baj. Victor, megindultunk fölfelé a létrán. Az élre tört 1000-essel. Szabinak kell megcsinálni a... Könnyű dolgom lehet. Mesztelenül hajléktalanoknak sors egy osztás, és közben... Fagyit nyal. Igen. Egyre nagyobb magabiztossággal állíthatjuk azt, hogy Szabi fog mesztelenül kaparékot enni, és a csöveseknek sorsáját osztogatni, miközben fagylalatot nyal, kaparék fagylalatot nyal. Nem akarok köteleg adni, de ez itt egy pénzköteg. Dupla Aquamarine megint lecsapott. Hiszen van egy pénzkötegünk.
Tehát, hogy van még egy pénzkötegünk. Lehet több pénzköteg is? Az megfelelő kivel lenne, nem tudom, de még van itt is egy játékunk, ezt is megnézzük gyorsan. Nem, ez bizony 2000 forint. 3000 forinttal az élen állok, viszont Szabinak még 3, nekem már csak 2 sorsegyen van, de hát azért nem egyszerű behozni a 3000-es nőreményt. Meglátjuk, Szabi mire egy képes. Elég egy 5000-es. Tripla 1000 lecsapott. Igen. Ugyanis itt van 3 darab 1000-es, viszont mehetünk feljebb, egészen exotikus ezresek vannak. Exotikus ezresek. Igazából csak a 9000-est nem nyerheted meg, úgyhogy menjünk tovább. A tripla 1000-es exotikus ezres. Topáz. Csak nehogy dupla akvamarin, na nyelj. Topláz, szóval topáz és ametiszt. Nyaklánc. Ops, ez micsoda? Kiket akarni most akkor? Felmerült, mikor dönt? Akvamarin. Nyugi, az én vagyok. Gyűrű. Nem sikerült. Ezzel. 3000, ezzel és két-két sorsegy van vissza. Piszok izgalmasan alakul ez a párbaj. Vajon sikerül az életről, nem? És akkor Viktor fog mesztelenül szökőkútban fürödni, és közben mi az? A kaparékokat így dobálni. Gyanúsan sokszor van benne a mesztelenség a fogadásérleteinkben. De egyébként ezt ne írjátok, légy szíves, mert úgyse fogjuk megcsinálni a mesztelenkedést. Én simán megcsinálom, meg a Szabi is. Na mehet, cső! Úgy néz ki, hogy felülírhatom a tripla ezrest. Tripla ezrest. Dupla zafírrá. A dupla akvamarin és dupla ugyanis zafír csatája. Ugyanis itt van egy zafír, és itt pedig egy... Az nagy, az óriási. 2000! Ah! 2000, nem baj. És még csak 2000. Még tudjátok, csak hogy miért örülünk? Mert most egál van. Egál van. Most ha így marad, akkor senkire nem kell. Így van. Úgyhogy nézzük, hogy van-e még több. Hát hogy lehet több zafír is, meg lehet két izé is. Itt tényleg? Hát miért ne lehetne? De bolond vagyok. De bolond, mert mentem a következő játékra. Tehát bocsi, hogyha már oda bele van tolva. Azt hittem, hogy a gyöngy meg a gyűrű az majdnem jó. De nem. Akvamarin. Dupla akvamarin. Na menjünk tovább. 23-30. Az olyan a videó cím, hogy dupla akvamarin versus. Akkor ez... Majdnem jó, de mégsem. Menjünk le ide az egyszerű játékhoz. Pénztárca, nem jó. A csodába. Keresik az azonos pénzösszegeket, amiből egészen 3-at is kéne találni. Ez egy ilyen jó betűfelfedező lesz egyébként. 5000, srácok. Ajaj. Kezdtek izgulni. Innen jövök. Spaszki. 7000, akkor csak az 5-ös. Csak az 5-ös ment meg. 7000. Motor. Repcsi. Motor. Autó. Heli. Helikopter. Heli. Autó. Heli. Hajó. Hajó. Oh! Ez a hajó elúszott. Viszont felzárkóztam egészen 3000 forintig Viktor mellé. Az élmezőnyben lehet így mondani, így a számon ketten vagyunk a versenyben. De nekem még kétszor sem van, neked már csak egy. Nézzétek, ahogy most megelőzzem. A verseny piszok izgalmasan alakul. 3000 forint a nyeremény. 2 nyertes, 2 vesztes mindkettőnknél. Egy-egy darab sorsegy maradt. Egy-egy darab sorsegy dönti el, hogy ki nyeri ezt a párbajt. Vagy kibukja el. Vagy kibukja el, igazából itt ez a fontos. Úgyhogy nagyon kemény, durva fogadási ötletek lesznek valószínűleg a komment szekcióba. Semmi mesztelenkedés. Csak és kizárólag buzulás és mesztelenkedés vagyunk hajlandóak megcsinálni. úgyhogy nézzük meg. Nézzük Szabolcsot. Ragad a kezem, hogy találok-e itt egy pénzösszeget? Mert az nagyon gyorsan meg lehet nyerni azt a 2000-est igazából. Jó van, eddig nyugodt vagyok. Ugyanazt a számot keressük. 20... 30... Ha meg a kamera, az csak azért van, mert piszak mód izgulok. 20-as... 22-es... A csuda vigyel! És menjünk. Már 5-ből 2-t lekapart. Keressük a drága köveket. Gyöngy. Gyöngy és ametiszt. Akvamarin. Szent korona. Zafír. Az a csúnya türkiz megint ott van. Topáz. Topáz. Smaragd. Nyaklánc. A drága kövekkel nem nyertem. 2 játék maradt, Szabi. Menjünk erre. Ezt annyira nem szeretem amúgy. Ez nem... Én se. Sokkal jobban tetszene, hogyha meg lehetne őket találni három féleképpen.
3 egyformán. Igen, 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 tehát nem fontos, hogy igen. Tehát tulajdonképpen már csak ebbe az oszlopban nyerhetek. Meg a főségre is. Hát most már nem. Így már nem. Utolsó játék szabad. Vége. Tehát itt dől el minden, hogy én befolyásolom a játékot. Ó, jaj. Akár egy 1000 forintossal, akár 2000 forinttal, vagy 10 000-nel nem. Csak az ezres ment meg, és nem. Az valószínűleg az ezres szokott lenni pedig. Na, itt most az X-es, az X az ezres. Ja, tényleg. Nézd meg a betűket. Jött a váltás. Ez nem nyert. Egy kicsit tép bele, tedd a vesztes sorsájek közé. Így Szabi az 5000-ből 3000-et nyert meg. Én eddig a 4-ből 3-at nyertem meg. És nézzük, izguljunk együtt, hogy tudunk-e ez esetleg egy hatalmas összegnek örülni, amellett, hogy teljesítem a rossz hatást. Bevallom őszintén, én már az ezresnek is nem örülnék. A igen. Dupla akvamarin csapjon le most. Az egy ametiszt, mondjuk a betűnek a betűs. Gyöngy, nem baj. Az egy gyűrű, hogyha nem... Gyűrű, jó van. Csak tudtam, hogy fog először lekapalni most. Megint? A türkész mindig a jobb alsó sorokban van. Olyan, miért? Szmaragd, jó van, nem baj. Az első játék. Nagyon hamar meg lehet nyerni azt a 2000-et. Szatymad. Kassa TV. Ezt én is szeretem annyira. Meg itt lehet belekaparni a betűkbe, ahogy láthattátok. Olyan bénák vagytok, mint én. Tehát a keresztben még játszhat a repülő, ugye? A repülő a keresztben, az űrhajó lefele. A repülő tehát keresztben. Csak a repülő. Két játékra megvilágosodástól. 27, 11, 22, 16. Az ez nem jó. Milyen szomorú lenne, ha mész jobbról balra, ott a 6-os és 26. Tehát egy játék vissza, Viktor is azt hagyta a végére. Nem egy jó kezdés. Figyelj, én ennek is örülnék. Sőt, szerintem ennek Roli jön a legjobban, Roland. Nézd, 2 már ott van. Csak az 50 milliós játszik. Ááá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 á A játék eredménye döntetlen. Lehet, egészen hihetetlen. Dönts csak egy fejvagyírásra, hogy kiveszíted. Nem, semmi ilyesmi. A Viktor elmondta a videó elején, hogy ha döntetlen, akkor nem történik semmi. Ezt lehet, hogy véletlen rendeztük így. Mert amúgy benne volt, figyeljetek, benne volt, hogyha én húzom ki mondjuk az ötből a 4 darab nyerő sorsát, akkor viszont csont nélkül. Ja, full legit sorsát. Akkor csont nélkül. Meg akartam szivatni a Szabit, úgy örültem az elején a 3000-nek. Csont nélkül nyert volna valaki. Sőt, ráadásul akkor 6000-et kellett volna behúzni, amit nagyon nehéz ezekkel a sorsákkal. Amanóban, viszont köszönjük szépen Rannak a sorságet. A 10.000 forintból 6.000 forint jött vissza, úgyhogy ez így nagyon szuper. Amit meg kell jeleznetek, hogy ti is tudtok ilyen csomagat küldeni, és ti is láthatjátok, hogy lekabarjuk a sorságéteket. Igen, igen, és... Itt a címbe lent a leírásba, azt megnézhetitek. Nem, az Instagramon tudtok minket követni. Valamint Snapchaten is tudtok minket követni, mind a kettő. Az Instagram az a leírásban biztos megvan, a Snapchat pedig a YouTube-on is fönt van, de nem a leírásban, illetve az Instagramon is. A kontakt e-mail címen business embereket és szponzorációs kérelmeket, mindenféle baromságot várunk tőletek is. És azt hiszem, hogy ennyi volt már a videó. Köszönjük, hogy megnéztétek, találkozunk legközelebb. Szevasztok!